A tolnai a középkori temploma teljesen elpusztult a török dúlást követően. Maradványait visszabontották, viszont a betelepülő sváboknak nem volt templomuk. Az 1700-as évek közepén Kapuvári Márton plébános kezdett el építkezni a jelenlegi épület helyén. Ám a plébánost áthelyezték, így az építkezés félbe maradt, majd a félkész építmény leégett. Az 1770-es évek elején Festetics Pál gróf, a város akkori kegyura elhatározta, hogy templomot épített. Viszont erre neki pénze nem volt, így gyakorlatilag az egész tolnai uradalmat bérbe adta Batthyány József kalocsai érseknek, többek között annak fejében, hogy templomot, plébániát épített ezen a helyen. A kalocsai érsek meghívta Denkovics József urat intézőnek, aki nagyon furfangos módon szerzett pénzt ennek a templomnak a felépítésére. Ugyanis a tolnai svábok legnagyobb döbbenetére és felháborodására elsőként megépítette a tolnai sörházat. Ennek bevétele nagyrészt fedezte az építkezés költségeit, így 3 év alatt felépülhetett a tolnaiak temploma, melyben a lebontott régi templomok építőanyagait is felhasználták. A templom maga az 53 méter magas toronnyal rendelkezik, tehát szép nagy toronnyal, a belső távolsága az pedig 38 méter. Szép nagy templom, befértek a tolnai svábok. Vannak olyan dolgok, eszközök benne, ami még mindig a mostani, vagy az 1700-as évekbeli első templom felszereléséhez tartozik, például a keresztelő kút, a keresztelő medence, ez akkor épült, és a prédikálószék, ez is eredeti, valamint a bejáratnál van két márvány szentelt víztartó, ez is az eredeti tartozik. Az egymást követő plébánosok építgették a templomot. Így kerültek például a padozat oldalára a pécsi püspökségtől a székes egyházból leszerelt darabok. A vörös márvány oltár az Giannone János pécsi kőfaragó munkája, és Rozmájer Ferenc tolnai nagykereskedő finanszírozta ennek a létrehozását. Ezért ő az akkori pápától megkapta a Szent Szilveszter lovagrend lovagja címet. Itt állunk az egyik mellékoltárnál, ez a Szent József mellékoltár, de mivel szűzanya szobrokkal van tele maga az oltár, ezért szűzanya oltárnak is nevezik. Itt került elhelyezésre 2018-ban Szent II. János Pál pápa haj erekéje, amit Tolna számára Rózsa László diakónus szerzett meg, tolnai származású diakónus szerzett meg, igen kalandos úton. A Vóvi érseken keresztül szerezte meg ezt az erekjét, és hozta el Tolnára, akkor még nem sok ilyen erekje volt az országban, úgyhogy Tolna városa nagyon-nagyon büszke erre az erekjére. Kaptunk is egy hivatalos vatikáni igazolást erről. Nepomuki Szent János oltáránál állunk. Ő a svábság nagy szentje volt, a svábok hozták be Magyarországra a tiszteletét. Nepomuki Szent János a jónási titkok, a titkok védőszentje, és a hajósok, a vízen járó emberek, és érdekes módon a sóbányászok védőszentje is. Nepomuki Szent János tiszteletét az 1950-es évekig tartották Tolnán, akkor mindenfajta ilyen körmenetet és ünnepséget megtiltottak a hatóságok. 6 vagy 7 éve hoztuk vissza újra a tiszteletét. Városi Könyvtár és a Plébánia Egyházközség közösen újra terveztük, szerveztük ezt az ünnepet. Úgyhogy minden évben Nepomuki Szent János napjának közelében, a pénteki napon megtartjuk ezt az ünnepséget. A templom ma már nem csak szakrális tér, világi programoknak is rendszeresen helyet ad. Előadások, rendezvények, koncertek helye a tolnai templom. Olyanoké természetesen, ami ebbe a környezetbe beleillik.
A Tolnai Városvédő Egyesület legutóbb egy füzetet állított össze az épületről Link Judit szerkesztésében, annak érdekében, hogy a látogatók eligazodhassanak a templom képeinek és kejtárgyainak történetében.